Virtuóz ritmusjáték az igencsak viseltes kannákon. A világrekorder Fricska Tánc Együttes műsorát láthatta a közönség Máté Szalkán. A csapat 15 éve alakult azzal a célra, hogy a néptáncban rejlő erőt és dinamikát, valamint a Kárpát-medencei férfi táncokat népszerűsítsék. A küldetést az váltotta ki, hogy a négy fiú tapasztalatai szerint a mai fiatalok fejében sokszor más kép él a néptáncról, mint amiről valójában szól. Nem értettük, hogy miért nem fancy a néptánc így másoknak, és igazából ezért arra gondoltunk, hogy akkor jó, kiválasztjuk ezeket a látványos, dinamikus, gyors néptánc, férfi táncokat, és ezeket próbáljuk meg bemutatni a színpadon, és ezeket próbáljuk egy picit ilyen modern elemekkel felturbózni, amivel, hát hogy is mondjam, így divatosabbá tudjuk tenni a néptáncot. A megalakulásukhoz egy cigánytánc csapat adta az alapötletet, az elmúlt évek pedig bebizonyították, érdemes volt létrehozni a formációt, számos neves rendezvényen képviselték már hazánkat. A riói olimpián, Párizsban a foci EB-n, a pekingi parlamentben és a Monte Carlo rally záró rendezvényén is megmutatták, milyen a magyar virtus. Bejárták már a világot, az egyik legkedvesebb emlékük a Buckingham palotához kötődik. Kezet fogtunk Erzsébet királynővel, tehát az ott tényleg ott kicsit ilyen, nem tudom, ilyen hülye hangzik, de hogy ott ilyen számunkra megelevenedett a történelem. Tehát, hogy egy picit ilyen, mi egy királynővel találkozunk, így, tehát, hogy ilyen a törikönyvekbe olvastunk így, nem tudom, királynőkről, nem tudom, és így ott vagy egy ilyen full arany palotába. Az leírhatatlan. Meg az, hogy tényleg tudtunk vele egy 10 percet beszélni, képet sajnos nem tudtunk csinálni vele, de most aztán ezt elengedtük azt a sztorit, de az, hogy 10 percet dumáltunk így Erzsébet királynővel, az priceless. A másik egyébként az szintén nekem így London, de lehet egyébként a csapat többi tagjának más egy picit, de nekem a másik is a Britain's Got Talent-nek a színpada. A virtuóz táncosok szeretnének még tovább fejlődni, nem csak a táncban, a közösségi kommunikációban is. A különböző platformok segítségével szeretnék még több emberhez, vagyis minden korosztályhoz eljuttatni ezt a tánckultúrát. Ezért kezdték el oktatni a néptáncot már óvodásoknak is, és természetesen nem hanyagolják el a közönséget sem.